rendkívüli időjárási viszonyok miatt késni fog. Őrizzék meg nyugalmukat, és hagyják el az állomás területét. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. A segítségét, a segítségedet szeretnénk kérni. Bajban a MÁV. 5 év késés, 1 év alatt. Járhatatlan vasúti pályák. Kigyulladó vonatok. És aki ezért a felelős? A MÁV? Nem. Mi biztosan nem. A válasz, hogy a felelős te vagy. Éppen ezért könnyen tudsz segíteni benne, hogy a MÁV és a magyar vasúti közlekedés felvirágozzon. És mindez hogyan? Ne aggódj, nem a pénzedet kérjük. Hiszen azzal, mint láthatod, úgysem tudunk gazdálkodni. Amit kérünk, csupán néhány pozitív gondolat. Változtass a szemléletmódodon, és hidd el, a rossz dolgokból hirtelen jó lesz. A mai modern embernek minden most kell, azonnal. Nem tanulták meg értékelni a lassú, kemény munka gyümölcsét. Márpedig nálunk lassabban senki sem dolgozik. Miért lett hirtelen olyan fontos, hogy egy vonat időben induljon és érkezzen meg? Hova tűnt az utazás szeretete? Ezek a vagonok jók voltak apáinknak, nagyapáinknak, dédapáinknak, marháknak, zsidó. És hirtelen neked már ódivatúak? Elavultak, lepukkantak? Biztos, hogy ez a MÁV hibája? Minden fejben dől el. Lehet ugyanazért panaszkodni, hogy a déliből kenesére 40 fokban 4 óra alatt ér le a vonat. Vagy összeteheted a két kezedet azért, hogy a másodosztályú vonatja egy mellé ingyen szauna jár. Persze, lehet károgni, hogy 50 éves szerelvényekkel van teli az ország. De mi lenne, hogyha úgy néznéd, hogy Magyarországon van a legkiterjedtebb nosztalgia vasúthálózat? Koszosuk a pályaudvaraink? Tele kéregető hajléktalanokkal? Te inkább kiraknád őket az utcára? Nem örülsz, hogy mi legalább hajlékot biztosítunk nekik? Kisiklanak a vonatok, mert nincs rendesen karbantartva a vasúti pálya. Mi lenne, ha inkább örülnél neki, hogy feléd még járnak vonatok, amik ki tudnak siklani? Magyar ember szerint mindig mindenért más a hibás. Szereti rossz színben látni a dolgokat. És persze, lehet, hogy külföldön tényleg jobb a vasút. De te emiatt tényleg külföldre költöznél? Élnél Szlovákiában? Egy országban, aminél ez a vonat idősebb? Kétszer. Élnél Romániában? Büdös rántatúzzabálók között? Élnél Osztrákiában, ahol Hitler is született? Élnél Németországban, ahol óvodásokat műtenek át? Ki tudja mivé? Ha meg nem tetszik, akkor el lehet innen menni. Vagy felszállni a buszra. Mondjuk a volán se sokkal jobb. Akkor menjenek autóval. Azt meg azért nem mindenki teheti meg magának, hogy autóval járjon. Az annyit is ér. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, vagy iratkozz fel. Ha nagyon tetszett, legyél YouTube csatornatag, vagy támogasd a munkánkat a Donablin.